Mikrokert, egy hidropóniás vertikális növénytermesztő rendszer. Egyre nagyobb az érdeklődés a Békés Csabai Kollabor Mikrokert projektje iránt. A program részeként az intézmény szakemberei szeretnék lakossági szinten is elérhetővé tenni a vízkultúrás növénytermesztést, és ezzel hozzájárulni az önfenntartás erősítéséhez. Az ötletgazda és a termékfejlesztést végző Koszesz család számára a Covid időszaka hozta el a felismerést, a karanténnal terhelt hónapok megmutatták, hogy milyen következményekkel jár, ha csak néhány napra is összeomlik az ellátási rendszer. Emellett a közelmúlt világított rá, hogy az élelmiszerárak robbanása mekkora bizonytalanságokat okoz. A Mikrokert projekt célja éppen ezért az, hogy minél több embert segítse hozzá az öngondoskodáshoz, ahhoz, hogy az élelmiszert könnyen és gyorsan maguk megtermelhessék. Ezek a rendszerek bárhová telepíthetők, de kifejezett cél, hogy lakásokban, beltéren is meghonosodjanak, és akár egy nappali szoba díszei legyenek. A Kollaborban éppen ezért arra is törekednek, hogy a rendszerek szépek legyenek, és az élelmiszer növények akár dísznövényi funkciót is betöltsenek. A módszer elsősorban olyan növények termesztésére alkalmas, amelyek gyökérzóna feletti része szolgál élelmiszerként. Kültéren egyebek mellett uborkát, cukkinét, dinnyét, paradicsomot, káposztát is nevelhetnek így. Beltéren kisebb salátákat, fűszernövényeket, petrezselymet, rukkolát, paradicsomot, paprikát, és még számos palánta elérhető ezeken kívül is. A Mikrokert hidropóniás rendszerhez a hálózati csapvíz használható, a titok az ültetőközeg tápanyagtartalmában rejlik. Többféle méretben és elrendezésben kapható a rendszer, így akár reprezentatív zöld falat is fel lehet építeni a növényekből. Megvilágításáról a természetes napfényt imitáló LED lámpatest gondoskodik.